minden kiállítás, megmérettetés, számvetés. Ilyenkor kiderül, hogy az üzenet, ami az alkotó művészt egy kép megfestésére, vagy egy szobor, tárgy, műalkotás létrehozására inspirálta, eljut-e a befogadóhoz, önökhöz, az önök lelkéhez. Vajon sikerül-e megteremteni azt a különleges kapcsolatot, amely túlmutat a képek keretén, és beköltözik a néző szívébe. Az alkotás lényege ugyanis nem csak az, hogy elkészül a mű, hanem az is, hogy életre kell azáltal, hogy mások megélik és átérzik. Gyerekkoromban már szerettem rajzolni, és szüleim biztatására, hogy ez nem lesz egy rossz pálya, legalább ha más nem egy rajztanár lesz belőlem, de egy kicsit tovább léptem ezen a szinten. Ez egy válogatás a 20 év alkotásaiból, és ezt szerettem volna megmutatni, hogy milyen témaköröket, miket öleltem át, milyen témák foglalkoztatnak engem. Vannak itt kompozíciók, és vannak csendéletek, tájképek, tehát úgymond vegyes az anyag. Itt az Omeg együttesről, ha beszélek, akkor annyit tudok elmondani, hogy van nekik egy olyan lemezük, az Időrabló, abban van egy ilyen névtelen utazó, és tulajdonképpen minden művésznek az a célja, hogy minél magasabbra jusson, tehát elérje a tökéletes, tehát itt a világok találkozása van tulajdonképpen megfestve ezen a képen. Itt mitológiai témák is, tehát azokat is akkor lehet inkább megérteni, hogyha az ember ismeri a mitológiai történetet, tehát akkor inkább közelebb tud kerülni az alkotáshoz. Olyan mitológiai témákat választottam, amelyek ilyen emberközelibb dolgok, mint például Philemon és Baucis átváltozásai, tehát egy idős házaspár volt, és mivel megvendégelték az isteneket, a kívánságuk az volt, hogy egyszerre szeretnének meghalni, tehát a szeretetről szól ez tulajdonképpen. Bibliai téma is, mint például Ádám és Éva kiüzetése a paradicsomból, tehát ezt is megfestettem egy kompozícióba. Sokféle van az alma kompozícióim is, abból is egyet elhoztam, az alma dicsőítése, az a címe a képnek. Mitológiai témákból még van itt például Athéné ajándéka, tudjuk, hogy vetélkedett annak idején Poszeidonnal, és ő az olajfát ajándékozta a görögöknek. Azt is megfestettem egy képen. Egy alkalommal voltam Görögországban, és alkalmam volt eljutni az Olympus lábáig, és ott készítettem egy akvarelt a hegyről, és ezt követően támadt az ötletem, hogy ezt meg kellene festenem egy kompozícióba. Ezen a kiállításon vannak olyan képek, amelyek 20 évvel ezelőtt készültek, de vannak olyanok is, amelyek később, meg most egy-két évvel ezelőtt készültek. Örülök neki, hogy látom, hogy milyen korszakokban, úgymond, hát ez egy kicsit túlzás, de volt, amikor ilyen balladás témákat dolgoztam fel, ezt még mondom, a főiskolán kezdtem el, a főképp Kőműves Kelemen balladájával foglalkoztam, ott három képen is megfestettem. Meg azon kívül, mondom, tájképet is szeretem, de ott olyan dolgokat szeretek megörökíteni, ahol a teret is tudom érzékelni. Erdélyi tájak vannak, Pakson élek, itt a Dunáról is csináltam néhány kompozíciót. Ezek fognak meg inkább engem, ilyen jellegű dolgok. Meg persze csendéleteket is szívesen festek, száraz virágokkal, élő virágokkal. De mostanában inkább a kompozíció foglalkoztata felé mozdultam el. Ma több mindent tudok bekomponálni, besűríteni, tehát abból az élményanyagból, ami eddig összegyűlt számomra, ezekből tudok egy érdekesebb felületet létrehozni.